Na sziasztok, akkor folytassuk. Egy picit másképp, de pár gondolatig azért térjünk vissza, megnéztem a beírásokat, és továbbra is csak azt kell mondjam, hogy kérlek benneteket, hogy azokat a sérelmeket, amit valahol megéltek, azt ne vetítsétek úgy ki, mintha most újra akarják veletek ezt éltetni. Ez nem erről szól. Tehát most itt a Szedlacsik Miklós által, akik be voltak kapcsolódva ott egy tanfolyamra, vagy egy kurzusra, én ezt nem tudom, tehát én ezt nem követem. Én az Szedlacsik Miklósnak az előadását akkor látom, amikor fölteszik a YouTube-ra, és amikor van időm, meghallgatom, tehát roppant kevés időm van, főleg akkor hallgattam sokat, amikor ment a festés, mert akkor közben jó volt hallgatni, de akkor sok minden más is hallgattam. Bár ne hallgattam olyan sok mindent, mert elég szomorú voltam némelyiktől. De akkor is azt mondom, hogy írtátok, hogy van, mert két hét előtte fönn van, azt én nem tudom, azokat én nem látom, tehát azt nem tudom. Ami hozzám eljut, az mondjuk egy hete, vagy pár napja föltett anyag, azt meghallgatom, aztán itt ennyi. Van, aki beírta az, hogy nem kéne menni dombok közé piknikezni, ennek neki csak azt üzenem, hogy gyere el egyszer is, meg fogod látni, hogy az nem piknik, hanem neked is egy nagyon-nagyon komoly erő, energia bomba lenne. Ott nem piknikezés van, sajnos ha ezt így tudod, akkor még nagyon, nagyon sok gondolatot kell még megismerje ebbe a történetbe. Akik ott vannak, azok nem pikniknek veszik, hanem egy együttlétnek, és közben egy energiatér van. Az a legnagyobb gond, hogy ma ide kéne járni, és nem a különböző olyan összejöveteleknek, aminek kiabálása végül semmi nem fog történni, és én nem degradálok senkit. Tehát valóban először töltődj föl szellemileg, töltődj föl lelkileg, töltődj föl minden szinten, energetikailag, és utána meg fogod látni, hogy a világ sokkal többet fog hozni. Tehát nem mondd azt, hogy azok piknikező helyek, mert akkor nincs fogalmat, hogy azok a helyek miről szólnak. Akkor te nem ebbe az országba élsz. Azok a helyek szent helyek, és azok az a szent helyeket azért találták ki, még abban az időben, amikor az emberek sokkal másabb dolgokkal voltak elfoglalva, mint ócska politikai dolgokkal szaladgálni az utcán vagy tereken. Ezt fogadd el tőlem, és kérlek inkább gyere el, sokkal többet fog hozni, mint az, hogy fölösleges performanszokba ugrálni. Mert nem a performanszok ideje van, hanem a gondolkodás ideje van. És ez ott történik meg, és egyszer el fogsz jönni, vagy mindenki el fog jönni, aki azt hiszi, hogy csak egy piknikről szól, akkor rá fog jönni, hogy sokkal-sokkal többet fog összeszedni egyéb érzést, mint amit ő most el tud képzelni. Tehát javaslom mindenkinek, hogy jöjjön el. Mindegy. Szedlacsik Miklós körtént itt lezárom, és mindenkinek azt mondom, hogy ha valaki el akar menni, menjen el, mert igenis csak akkor fogja magát teljes mértékben visszaigazolni, ha belső hangja szerint mindenkivel találkozik, akivel találkozni, szerettetni a saját sugallata. És ebbe semmilyen más szándék nincs, és sose tegyél te se. És utána menj az utadon tovább. Mint ahogy azok is mennek az útjukon tovább. És ez így van rendjén. Na, de viszont azért volt más is, mert ugye elmentem a Herceg Ferivel Pomázra, és azért megmondom nektek őszintén, azért igen-igen komoly gondolatokat és igen komoly érzéseket hozott. Herceg Ferivel, ahogy bemutattam három kis filmbe, kettőben ő beszélt is, azt a környezetet, azt én nagyon javaslom. Tudjátok, ha az a környezet egyszer életre kell, akkor abban a pillanatban életre kell az egész nemzet. Ott azon a két kis 10-15 perces kis anyagon minden olyat megismerhettek, amit ma alapként kellene tudni, és amit a Feri nagyon tisztán el is mondott. Én most is azt mondom, hogy terveztünk egy pár órát, és éjjel egy lett belőle, és ez az éjjel egy olyan beszélgetés lett a vége, olyan emberekkel találkoztam, életemben nem találkoztam velük, vagy legalábbis életben nem, csak ott, aki ismert az élőimet, hogy ezt az élet rakta össze. Ezt a sorsírók pontosan tudták akkor, hogy kit kell találkozni. Látjátok, oda is az volt, hogy a belső hangsugallata volt, hogy a Herceg Ferivel menjünk el. Igen, ez erről szól. Nem volt ott semmi más. Mindig csak a legegyszerűbbet vedd. Most az a lényeg, hogy a legegyszerűbb adja meg azt a nagyon-nagyon biztonságos és nagyon-nagyon
tartós ismeretet, tudást, megtapasztalást. Minden, amit túlbonyolítasz, aztán ki kell bogozni. Az nem jó, az nem működik. És én ezért is nagyon örültem, hogy ott azt a környéket bejártuk, és ott a Ferivel beszéltünk, hogy rengeteg hely van a Pilisbe, ahova el kell menni, és olyan helyeket is mondott, amit én magam is csak azt tudom mondani, hogy azt mindig kimaradt. Na mindegy, ezt majd be fogjuk tenni, és tervezem is, hogy minél többen gyertek el piknikezni, vagy bulizni, csak ne felejtsd el, miközben piknikezzel, bulizol, totálisan föl fogod tölteni az immunrendszeredet. Hát ez lesz a bónusz program. Úgyhogy örülök, ha egyre többen lesztek, és én azon is vagyok, hogy például most pénteken el fogunk menni Nyírbátorba, Nyíradonyba, és azt gondolom, hogy Mária Pócsra, az nem a szomszéd utca, tehát nekem ez innen nagyon messze van, de akik messziről jöttök, nektek is messze van, ha ide jöttök hozzánk, hova mi hívunk. Tehát az időnk, ahogy engedi, nekünk is célunk az, hogy mi is elmenjünk kicsit közelebb hozzátok, és onnan is ti is hívjatok oda másokat, mert ez így jó. Minél több emberre találkozunk, annál több gondolat merül föl, hisz akikkel beszélünk, 1000 gondolatot hoztok föl nekem. 1000 gondolatot mondtok, és mesélünk itt telefonon, amit meg kéne beszélni, amit nagyon-nagyon jó lenne megbeszélni. És ezért is vállalom, hogy inkább fölkelünk korán, és elmegyünk. Nem is tudom, mikor érek haza, mert ugye ez pénteken van, aztán valamikor biztos nagyon későn hazajövünk, de szombaton délutánra itt kell lennünk, mert szombat délután meg dobogókőre szeretnék fölmenni ahhoz a csapathoz, a Ionékhoz, egy ilyen kis dobolást hallgassuk, egy kis ilyen örömzenét, és oda is hívlak benneteket, gyerekek, gyertek el, hozzátok el a dobot, mindent hozzátok el, hozzátok el a lelketeket, hozzátok el a jó érzéseteket, mert szükség van rá. Tehát ott például délután mindenkit szeretettel várunk, remélem, hogy az 4-5-4 óra fele ez már össze fog jönni, bízok benne. Aztán jön a vasárnap, amit már megosztottam, Csobánka, a Szentkút, na, nagyon-nagyon fölhívom a figyelmet megint, mert az egy különleges hely. A Csikós Judit fogja majd vezetni este a tűznél azt a szertartást, amit örömmel hallgatok tőle. Örömmel hallgatok, mert nagyon, nagyon szívből jön, és én ezt nagyon-nagyon tudom méltatni. Mindenkit várok oda is szeretettel, az délután 4 lesz, tehát vasárnap délután 4, Csobánka, a Szentkút, ha tudtok, gyertek feltétlenül. Aztán jövő hét az már elég érdekes lesz, de majd meglátjuk. Nem tudom, mert közben nekem lenne meló még itthon is, de én is azt mondom, tehát saját magam is ezt teszem, hogy most a találkozások ideje van. Találkozások ideje van. És minél több. Én nagyon-nagyon szeretnék tényleg mindenkivel találkozni, még olyanokkal is, akik nagyon más világba gondolkodnak, mert szeretném megérteni azt a világot, hogy mitől ragaszkodik hozzá. És hogy mi az a pont, ahol meg lehet érteni azt, hogy vele is értetni, meg velem is értetni, hogy ha egy picit változtatsz a gondolkodáson, hát, ha közösen valami jobbat találunk ki. Én egy, amiben biztos, hogy nem kívánok belefolyni, és nem is szeretnék, ez a politika és pártos történet, ezt én mindenkit morzasztóan távol tartanám, mert sehova nem vezet, ezt elmondtam az előbb is, hogy az azoknak van kitalálva, akik pont nem veled foglalkoznak, viszont ők jól élnek, viszont végrehajtják azt, amelyik csoportnak a tagjai, és akiket jól meg is fizetnek. De ez mindenkinek a személyes szóval egy döntése lesz, hogy ennek a hókusz-pókusznak hinni fog, játsza, ugrálni fog érte. Ami viszont ugye sokszor fölmerül, és itt is írjátok, hogy találkozó, találkozni, összefogni. Mindenkit kérek arra, hogy gondolatban lépjenk egyet tovább. Mert szép, hogy vázs le. Szép, hogy legyen ilyen váltás, olyan váltás, de kezdjétek meg végig gondolni azt, hogy hogyan tovább? Tehát a személyekről beszéljetek. Nem kell így nyíltan, hanem ott találkozunk. Mondjátok el a személyeket, hogy
kiket éreztek olyannak, akik már bizonyítottak, de nem politikai térből jött, mert az biztos vagyok benne, hogy az a zsákafoltját megtalálja kategória lesz, hanem aki mondjuk a nemzeti térből jön, tehát mondjuk a hazából jön. Én most is vallom, és most is gondolom, hogy ezt a nemzetet csak tiszta vérvonalú vezetheti. Ha ezt valaki próbálkozzon, hogy mit jelent tiszta vérvonal, nézzetek utána. Nem fejtem ki, mert szerintem bőségesen van rá hozzá irodalom. Miért? Mert idáig nem ilyenek tették, és nézzétek meg, mi lett belőle. A tiszta vérvonalú az azt jelenti, hogy majd lesz egyszer egy tiszta vérvonalú, már pedig szerintem van is. És annak kell legyen kapcsolata a teremtővel. A mai világban, és itt van a problémának, egy nagyon komoly gondom velük, hogy mindenről beszél, csak nem arról, hogy a teremtővel milyen viszonyban van. Ez soha nem kerül be, de senkitől. Tehát akit így az elmúlt 31 évben, persze mondja, hogy Isten meg minden, ez mondja, csak a cselekedetei egyáltalán nem azt mutatja nekem, hogy de melyik két követi. Mert az nem a teremtő, az biztos, de valamelyik Istent követi. Nagyjából a cselekedetéből tudjuk, hogy melyik. Hát ez az a kérdés, amit egyszer tisztázni is kellene, hogy akkor... Na ezért fontos a tiszta vérvonal, gyerekek. Ezért fontos. Mert a tiszta vérvonal az a közvetlen. A tiszta vérvonal viszont azt is jelenti, hogy ő tudja, hogy melyik népnek a leszármazottja, melyik népnek ő szerencsés tagja. Mert azért valljuk be őszintén, hogy szerencsés a tagja. Igaz, hogy ezt ma nem érzed így, igaz, hogy ma senki nem érzi így, igaz, hogy annyi gond van, meg annyi probléma, meg annyi feszültség van a térben, hogy hát ha ezt szerencsének hívjuk, akkor az a túlzás. De mégis azt kell mondjam, hogy szerencsének hívom. Miért? Mert minden innen indul el. A gondolkodásnak szerintem én legalábbis már érzem. Ti is érzitek, mert írjátok nekem, és amiket írtok, az jó. Tehát az úgy érzem, hogy valami hasonló sugallat ér benneteket is nagyon sokszor. Ezt majd mondjátok el, amikor találkozunk, tehát nem kell így, mondjátok el, de amiket írtok így messengeren, az komoly, tehát az komoly érzés. Egy olyan időben, amikor már ott lebegtetnek egy olyan történetet, hogy ugyan elment szabadságra ez a vírusnak nevezett história, de hát neki is lejár a szabja, és majd visszatér. És egy ilyen időben írjátok nekem ezeket a sugallatokat, hogy ilyen álmotok volt, vagy hogy erre ébredtetek. Hát az mind üzenet, csak jelzem. Az elsőt jegyezd meg. Az mind üzenet. Mind üzenet. Nekem is néha furcsa, hogy néha olyan gondolatok jönnek, hogy és egy hét múlva az van. Tehát én nem is hajtom el. Egy hét múlva az van. Van olyan, amikor az a készítés, hogy most nem szabad megszólalni, mert várj egy picit. Tehát most hagyd ki, most várj. Van időszak, amikor meg kell. Azt is érzem, hogy amikor mostanában, az kevesebben fogják tudni, kevesebben értik, vagy kevesebben nézik meg. Lehet az is benne van, hogy sokkal mással vannak elfoglalva, vagy nyaralással, vagy mennek ide-oda-amoda, de mindenkinek azt mondom, hogy ne vedd le a figyelmedet most, hogy mi történik, mert minden egyes elfelejtett idő, elszalasztott idő, az később sokba kerül. Ugye mondtam nektek, hogy a Sall Attilával beszéltem, és tervezzük tényleg ezt a szakrális növény és botanikát, hogy elhozza, és akkor mindenki tud venni olyan növényt, meg annyit, meg amilyeneket akar, és ő tényleg ebbe perfekt, és ő senkinek nem fog oda tukmálni valamit, hogy csak rátuszkáljam, és személyesen. És ez egy nagyon jó dolognak tartom. Szeretnék vele majd egy beszélgetést is előtte, hogy azért fejtse ki jobban majd ennek a mélységét, hogy majd augusztus első hetében találkozok vele, ott, ahol most
jelenleg él arra a Somogyba, és szeretném utána összehozni ezt a találkozót, hogy hol, vagy nálunk, vagy valakinél, vagy mondjátok, hogy ott legyen. Én megmondom őszintén, én azért, hogy ide jön, én örömmel veszem, de azt is örömmel veszük, ha valamelyikötök mondja, hogy van területe, legyen ott tartva. Attila bármire nyitott, mondta, hogy egy teherautófurgonja cuccal készült, tehát ha lemegyek hozzá augusztus első hetében, akkor lehet, hogy talán be is tudom mutatni, hogy mi mindenről beszél, hogy legyen mindenkinek képe, hogy mire számítson, hogy nem egy csokor virág lesz. Tehát ezt azért fontosnak tartom. Aztán meglátjuk. Ő nagyon ugyanazon a véleményen van, mint én, hogy most be kell mindenkinek tárolni a bizonyos dolgokat, de nem mindegy, hogy mit. Tehát nem a műanyaggal rakta le magad, hanem az, ami az élet. Tudjátok, azért volt furcsa az a két helyszín is, a Drégei Palánk is, de az összes. Hogyha lementünk, ahol tényleg nem az épületek között vagy, hanem kimész az erdőbe, és ugye hál' Istennek ez inkább erdő, mint. Vagy rét. Vagy ahol tegnap is voltam. És hogy automatikusan, hogy rögtön bekapcsolt egy olyan érzésem, hogy mintha visszaröppentem volna nagyon messzire. És amit a Feri is ott magyarázott, amit hallottatok a videón, miközben én őt hallgattam, teljes mértékig megjelent előttem az, amitről beszélt. Amikor azt mondta, hogy ott volt lent Szikámbria, ha majd nézzétek a videót, és fönn a kőhegy, és ott lehet látni, hogy ott kikötöttek a hajók, ott megvannak a nyomai. Hát, de teljesen előttem volt. Teljesen. És ez miért volt az, hogy az Drégei Palánkon és meg az összes helyen, hogy ültünk azokon a kicsik a kápolnánál, vagy patakparton, vagy teljesen, vagy Csobánkát, az elképesztő az is, hogy olyan kilépsz az ebből a mostani szörnyű érzésből, kilépsz az időből, és úgy áthangol. És talán ezért is mondom, hogy gyertek el, mert ez bizonyos áthangolás, átrezegtetés. És erre ma nagyon nagy szükség van. Nagyon nagy szükség van. Én nagyon azt látom, hogy amikor kint vagyunk ugye a természetbe, akkor mérhetetlenül sokkal-sokkal jobban érezzük magunkat, mint amikor bemegyünk egy ilyen már megcsinált ilyen mostani. Tök mindegy, hogy milyen épületbe vagy milyen helyre. Tök mindegy. Vagy a természet a maga természetességével, ahogy a berendezte, hogy visszatértél az ősiségedhez, visszatértél a magodba. És ugye hát azért a magyar azért mégiscsak a mag népe. És ahogy azt tegnap is beszéltük, hogy azért ez nem egy olyan nagy létszám. Ez borzasztóan nem nagy létszám. Tehát én is azt mondom, pár százezer. És körülötte van az a vegyes közeg, ami nem idegen, csak a mondjuk, ahogy mint a szkít a birodalomban, tényleg azok a népek, akik betagolódtak hozzánk, és akkor befogadtuk, tehát együtt volt, és akkor körülötte meg van az a bizonyos héj, amire jöhetett még bárki, aki elfogadta a magnak az elsődlegességét. És látod, a maga legkevesebb, és ha megnézed az almát, és milyen érdekes, hogy szimbolikusan az alma mennyire jó példa. Hogy a mag milyen pici, és a hús milyen vastag, és a héj milyen vékony. De mag nélkül egyik se lesz. De a héj önmagában nem tud hajtani. A húsát megelted, nem tud hajtani, de a magot, a lejted, hajtani fog. Na ezért kell óvni a magot. Na most, ha ezt megnézed, a mag az a szűk csoport, amelyik a mag népe. És ez elég el van szórva a világban. Azt beszéltük is tegnap ott többen. Nagyon el van szórva a világban is, de mégis tudunk egymásról. Tehát én tudom, aki kinél Amerikába, vagy Dél-Amerikába, vagy bárhol Európába, hogy ő van, és ő figyel. És az az érdekes, hogy ez az a mag,
amit én nagyon szeretném, ha összeállna. Ez a mag. Hát ezért kell elmenni ezekre a helyekre, mert ott a mag kapja meg az üzemanyagot, az ősiségétől. Hisz az összes ősök szelleme, és amit az univerzumban egyáltalán, tehát ne csak az ősöket néz, mint Nimród, tehát ne csak az, hanem egyéb messzebbre, nézd meg, hogy honnan származunk. Sirius B, Siriusról. Van ebben sok, tényleg Plejárd is. Tehát mi nem vagyunk reptiliánok. Ez egy nagyon ősi faj, tehát ez egy rendkívül ősi faj. Hát útban is van rendesen, és de mégis azt kell mondjam, hogy ez az a mag, ami nélkül nem lesz újjákezdés. És ez az a mag, amit össze kell hozni, amit keressük egymást. És hiába keveredik a mag közé bármi, az ki fogja dobni magáról, mert ő nem a mag. Ő a héj vagy a húsa. Ő majd kell, de a mag az nagyon zárva van, az nagyon összezár. És ezt a magot szeretném összetartatni. Értitek? Aztán mindenki érzi, hogy nem a számok érdekelnek ebben. Mert pontosan tudom, hogy nem itt van az a pár százezer csak, hanem szana szét a világban. És ez a bárhol vannak a világban, és érzem róla, hogy ő a mag népének a tagja, lelke. És a teremtő beletette ezt a kódot, már pedig ez egy kód. És esetleg tényleg fölemeled a kezed, és a tenyereden, ne adj Isten, egy M betűt látsz, akkor azért ne menjél plasztikázni. Nézd meg a kezedet, ha látsz benne egy M betűt. Nézd meg, akkor nem menj plasztikázni. De ez nem jelenti azt, hogy a többi nem kell. Csak erre nagyon kell vigyázni. Ezt nagyon kell óvni. Miből lesz az új termés? Mit óvsz nagyon, amikor valami szeretnél egy szép növényt, vagy valami, ami nagyon tetszik neked? Tehát a magját. A magja nem teheted be bármibe. A maga, ne hajtass ki szikes talajon, ne hajtass ki a semmire, ne hajtass ki a gazba. Műveld meg előtte a területet. Hogy tudod megművelni? Hogy fölhozod az egész területnek a gondolkodását. Mert nem csak a mag műveli, hanem a hús és a héj is. Tehát ezért egy szerves, egységes egész. És most én nem teszellem, lélekről beszélek, mag, hús és héj. Ez egy egész. De mindenkinek csak azt kell mondani, hogy a magot óvd, a magot sose támad, a magot sose hagyd, hogy támadják. Mert mindig a magból lesz az új élet. És amikor elmegyünk ilyen helyre, és azért kérlek, aki cikiszted a helyszíneket, te is jó ember vagy, és te is ehhez az egészhez tartozol, az egységes egészhez. Tedd magad olyanná, hogy érezd magad magminőségnek. Tedd magad olyanná. És látjátok, mostanában csak olyan helyszínekre hívogatunk, ahol a magot tápláló energiák van. Csak azok. Én egyszerre se hívtok senkit oda, hogy gyertek ide vagy oda magadom. Oda lehet menni, de ne hívd ki a magot. Oda menjen az a többség, ami a fontos, az, ami az egésznek a része. De magot óvd. És ezt megóvod, és ezt megteszed, akkor rá fogsz jönni, hogy egy hatalmas dolognak vagy részese. Tudod, tegnap nagyon sokat beszéltünk erről, és nagyon jó volt, mert mindannyian el tudtuk mondani, amit igazából érzünk a magyarsággal, meg ugye az emberiséggel kapcsolatban. Ezt mindannyian éreztük.
És mégis azt mondom, hogy mindegyikünkben volt egy pozitív érzés. Mindenkiben volt egy olyan, hogy újra fogjuk éltetni az egészet. Közben meg csak jelzem majd, hogy a másikon már megint sikeres volt a tranzakció. Egy pillanat. Mindegy, úgyis átteszem mindig azt a profilt, amelyikben volt egy hiba. Tehát azt meg fogom osztani, tehát nincs olyan gond, hogy lehagyom. Tehát a tegnap is pont ezt beszéltük, hogy ennyi nehézség, szóval ennyi probléma, tehát ennyi gond, amennyi van. És mégis megvan az a lassan erőkerül az ősiséged. És tudod, nagyon fontos, hogy annak a kezébe kerüljön elő, akit az illet. És ezt óvni kell. Mutattam tegnap olyan helyszínt is, amiről nem beszéltem. Nagyon fontos helyszín. Majd fogok erről beszélni, ha találkozunk. Az a hely, ahol tegnap voltam, az megerősített abban, hogy minden itt van, tehát minden itt van közöttünk, minden itt van mellettünk, minden itt van értünk. Csak elfelejtjük, hogy azért igazából az itt enni kéne. Nagyon sokszor hallom, nagyon sok beszélgetésben hallom, hogy Attila kellene, meg ez kellene, meg az kellene, minden kellene. Nem. A mag kell hozzá, mert a magból lesz újra az, amilyennek kell lenni. Ha te mindig arra vársz, ha vagy valaki arra vár, hogy majd ez kellene, az kellene, akkor nem veszed észre, hogy a magot nem gondozod. Hisz tehet, hogy pont te a mag vagy. Nézd a kezedre. A kezedben van a jeled. Nézd meg. Ha megnézed a kezedbe, és rád a mindkettőben ott van az a bizonyos embetű, akkor gondolkozz el rajta, hogy ki lehetsz te. Ki lehetsz te, amikor azt mondom én neked, hogy mindig gondold át, hogy te ki vagy, mit akarsz, és hova mész, és kiért. Ki vagy te akkor? És ezeken a helyeken tudsz nagyon-nagyon mélyen elutazni, hogy megismerd, hogy ki vagy te. Te nem más akarj lenni, te akarj lenni. Te akarj lenni. Mindent meg tudsz valósítani, ha akarsz. Ha nem ideákat követsz, nem másokat, lózungokat, nem ami a mai világ történéseit, nem azokat, akik ma visznek nemzeteket, nem azokat követed. Ez a baj, látjátok? Ez a baj most, amikor mindig csak azt mondom, amikor politika meg annak járulékait figyelitek, pártjait, meg franc tudja miket, hogy nem magatokra figyeltek, hanem arra. És te már elolvadsz benne. És lehetsz te a mag, ha te beolvasztod magad abba. És ez egy nagyon-nagyon régóta zajló olvasztó. Nagyon régen. Hány civilizáció tűnt el, gyerekek? Hány civilizáció tűnt el? Most mondhatja valaki, hogy a miszkitánk is eltűnt. Biztos vagy? Nézd magadra. Nézd a kezedre. Nézzed meg. De eltűntél? Mindig van utód. Mindig van, akinek átadják. Csak az a baj, hogy az idők vonalon egyre rosszabb az átadási képesség, egyre rosszabb az átadási fogadás, egyre rosszabb az, hogy ezt megértse. Mert közben megjelentek a térbe azok a zavarók, amit médiának hívsz, befolyásnak, és ezt befolyásolásnak, és ehhez már jön a politika, ehhez régen jött a vallás, ehhez jött a szennyezett életmód, szennyezett környezet. Tudsz te annál boldogabb lenni, amikor
kimész azokra a terekre, azokra a területekre, és ott átadod magad. El tudod azt képzelni, hogy egy pillanatra, mintha ott maradnál? Szerinted Egyiptomba, a piramisba miért feküdt be a beavatott a szarkofágba? Mert egy picit el akart menni oda, amiről mindig hallott, de sose értette. De a tanításai során, a hosszú évtizedes tanítási során megértették vele, hogy te is meg tudod ismerni, ha más nem, egy utazásra elmehetsz. De a végárosban ott akkor is oda fogsz jutni, ha úgy éled az életed. Sokan hihetnek itt, hogy amit a múltkor is mondtam nektek, hogy nincs, sűrűbben kéne visszanézni az életet, ameddig történt, amit csináltál. Mert most javítsd, változtass, találkozzál, menj el, öleld meg a másikat. Csak olyat mondtam, amit mind tiltottak. Csak olyat mondtam, amiről mind elvették a figyelmedet. Csak olyat mondtam, aminek az ellenkezőjét akarták, és azt vésték a tudatodba. Csak olyat mondtam most ebben a pillanatban, amire mindegyikre megtölt, hogy az pont nem neked jó. Csak olyat mondtam, nem mondtam mást. Csak olyat mondtam, hogy találkozz, öleld át a másikat, szeresd, ne gyalázd. Látod? És most bárki ott kint szaladgál, bármilyen címszóval, pontosan olyat tologat, aki ugyanezt akarja folytatni, hogy ne öleld meg, ne találkozz, tartózkodj, maradj otthon, maradj a francba mindenhol, ne kommunikálj. Jó neked, ha csak így beszélgettek, így virtuálisan. Aztán majd egyszer idővel nem veszed észre, hogy kicserélik a beszélő partneredet, az már nem is ember, hanem csak hasonlít arra, kivel te beszélsz. Hisz, mert te az az ember, akire rá van állva az ide, hogy olyan szinten nem veszi észre ezt a módosítást, hogy az szinte döbbenet. Fogadd el, hogy a világ erre készen van. Hogy addig mondogatják neked, hogy otthon vagy, hogy nem veszed észre, hogy már nincs is világ körülötted. Már elfogyott a világ. És te még azt hiszed, hogy te élsz. Közben kiderül, hogy te már nem élsz. Te már nem létezel, te már csak éppen vagy. Nagyon-nagyon ilyen irányba haladunk. Mondtam nektek, hogy én a mesterséges intelligenciót nem tartok. És nem is kell tartanod. Mindaddig, ameddig csak használni akarod, de nem engeded, hogy uraljon. Nem véletlen van az, hogy a gyerekeket, a piciket szoktatják meg, hogy a mesterséges intelligenciához alkalmazkodjanak ők. Tehát mindent azt szerint tegyenek az a mesterség, most egy robotjáték, mondja, és azt ő elfogadja, és csak akkor fogja megkapni, hogyha a robotnak megfelelő lesz. Mi az, ha nem a felkészítés? Mi az, ha nem a szoktatása? Mi az, ha nem a te illúziódnak a felnagyítása? Mi ez? De hogy az illúzió a világ ma. Egy illúzió a világ, amelyben nem veszed észre, hogy az illúzionista az nem te vagy. Te már csak néző leszel az illúzió világába. Nincs szükség egy idő múlva rád. Amikor kimész a természetbe, ott nem illúzió van. Ott nem illúzió van. Ott minden úgy van, ott nem kell átrendezni, ott nem kell paragrafusba tenni, ott nem kell törvényeket hozni, ott nem kell ezt-azt francot csinálni, mert rend van. És amikor eljön az a univerzális rend, idő, hogy annak a valaminek, növénynek, fajnak le kell vonulni erről, hidd el, hogy az maga módja, rendje szerint le is vonul. És a következő, a maga módja, rendje szerint meg is érkezik. Nem ölik meg egymást, az egyik kivonul, a másik beérkezik. Te csak azt látod, hogy van egy változás.
De ha nem romboló vagy, hanem élvezed az univerzum, élvezed a természetet, akkor rájössz, ez a változás is érted van. Mert közben az, ami kivonul, az tette a dolgát, és tovább ment. Ha te is teszed a dolgod, te is tovább mész, és már nem azt a környezetet keresd akkor, amiben most azt mondom, hogy el vagy, hanem az, ami már következő. Te ugyanúgy a változás része vagy, mint az a állat vagy növényvilág, amelyik ma van, holnap nincs, és holnap után egy másik jön. Hát az egész bolygó egy változás. Hisz semmi nem biztos, egyetlen egy dolog biztos az univerzum, a változás. Az örök, folyamatos változás. Ezért mondom mindig azt, hogy az idő, a jelen, a múltad, meg a jövőd, a jelenet csak akkor tudod értékelni, ha ismered a múltadat. Akkor van jelened. Aki a múltját nem ismeri, és aki azt hallom, hogy nem kell a múltat ismerni, hanem csak a jelent kell élni, annak a jövőbe bármit odaadhattak, mert azt hiszi, hogy az a valóság. Mi a világ irányítása ma? Hogy a jelent kell csak figyelned, a mostat. A mostba élsz, egyszer élsz, most élsz, ezt használd ki. Tied a világ, csak neked. A múltat, annak a tanulságait, hibáit, örömeit, előnyeit, fejlettségét, eredményeit, azt nem mutatják be, mert akkor rá lenné vezetve rögtön, hogy a jelened egy nagyon siralmas és szánalmas, sivár világ. Hisz a múltban nagyságrenden mindenki többet tudott. Ezért mondtam nektek, hogy ma embere annak a legnagyobb baja, az önismeret hiánya. A legnagyobb baj, nincs önismerete az embereknek. Nem tudja, hogy ő ki. Egyáltalán mi a dolga? Miért van itt? Miért vállalta, hogy ide jön? Az önismeretet kell tudni. Önismereted nélkül nem tudod tervezni az életedet, mert nem tudod, hogy ki vagy. Nem tudod, hogy miért vagy itt. Hogy akkor csak életed. Sőt, most már nem élet, hanem éltetik veled. Csodálkozol, hogy koktélváros vagy? Csodálkozol, hogy bármilyen szart megetetnek veled? Csodálkozol, hogy azt mondják neked, hogy holnap ez lesz, akkor te abba az irányba hozz fordulni? Hát, ha nem tudod, hogy ki vagy, nem ismered. Ez az önismeretednek a hiánya. Ha bárhol találsz egy helyet, ahol az önismeretedre fény vetnek, fény derül, akkor tegyél érte. Én nem tudom, hogy kinek mi a dolga. Olyan szinten, hogy ő miért nem keresi. Nekem nem dolgom az, hogy tudjátok, én amit nektek mondom, én pénz nélkül elmondom. Én így mondom el, ahogy érzem. Ha máshol fizetnek, ha úgy érzed, hogy neked van abból hasznod, van abból örömöd, van abból fel, akkor adjál érte. Ha úgy érzed nem, akkor menj tovább. Sose bírálj, mert addig állni fogsz. Akkor áll az önismereted. Mert akkor az, hogy te csak a bíráló szintig vagy. Csak az elfogadásod van, de igazából a rálátásod, a bölcsességed az nem lesz meg. Nekem most is az a véleményem, hogy pénztőlem, azért tényleg én is pénzből élek, és azt kell mondjam, hogy én nem mondom olyat, hogy nem, de ami ha van lehetőség, vagy úgy érzem, hogy a sorsírók teszik, a teremtő teszi, a lélek az elvezet oda, akkor biztos, hogy megadja. Nyilván van olyan, amit nekem is meg kell majd, az egy dolog. De én nem azért csinálom, hogy csak akkor csinálom, ha ez így van, hanem azt mindig csinálom. Tudjátok, én millió előadásra elmegyek, elmentem most, amíg nem volt, addig nem tudtam. Minden adásom volt belépő, vagy tiszteled, én mindig odaadtam. Sose kérdeztem meg, hogy miért kell odaadnom. Azért adtam oda, mert a belső hangom azt mondta, hogy add oda, mert ezzel több vagy. Sose írtam, hogy te miért kértél ennyit, vagy annyit, vagy ez nem érdekelt. Ameddig nekem az hoz, és megteheted, hát tedd meg. Ha nem hoz, vagy nem teheted meg, akkor keresd más formát. De egyet ne tegyél, vagy nem csinálj semmit. Azt ne tedd. És főleg ne tedd azt, hogy ha te valami nagyon nemes, és nagyon, én azt mondom, hogy egy nagyon ritka lehetőség,
előtt állsz. Hogy most, amikor a sorsírók, tehát az időkerék olyan állapotban van, hogy a faj szétválasztása folyik, akkor vedd észre, hogy te ki vagy. Akkor nagyon-nagyon gyorsan vedd észre, hogy ki vagy. És azért kell elmenni ezekre a szent helyekre, azért kell elmenni az őseink területeire, azért kell elmenni a Pilisbe, meg mindenhova, Pécsre, Mátrába, Zalába, ahova, Vakonyba, kell az őrség, mindenhova, gyerekek, Erdélybe, Felvidékre, Délvidékre, basz, de mindenhova, ahol el tudtok jutni. Mert mindenhol össze fogod szedni morzsánként az ősiségedet, és aktiválni fogod a magodat. Otthon a székbe, a parlament előtt hőzöngve, melyik magodat aktiválod? Az elmédet gyúrod be idegileg, és röhög rajtad, akiért ordibálsz, mert az nagyságrendet megteti anyagilag, lehetőségileg minden, és semmi nem fog változni. Amikor te változol, és a mag népe fog fölébredni, hidd el, annál hatékonyabb nincsen. Ezért kell elmenni ezekre a helyekre. Ezért nagyon fontos. És minden olyan helyre, ahol az ősiek lenyomata ott van, azok nem haltak meg. Az, figyelj, a te kimondott szavad, a te kimondott gondolatod, az mindig fönnmarad. Ha te gondolsz valamit, ki sem mondod, az is megvan. Bármennyire hihetetlen, bármennyire furcsa, bármennyire azt hiszed, hogy hát, mindennek megvan a lenyomata. A nagy akasából, akár a fényből, vagy a kristálykönyvtárból, minden visszanézed. Te magad fogod majd az életkönyvedet visszanézni. Meg most beszélgettem olyanokkal, akik mondták, hogy látták az életüket, amit nem tudom én, több évtizede volt, és elmesélte, hogy ők milyen volt a, mit tudom én, a 100 év ezelőtti élet, és frankon elmondta a század elejé életet, és hol lakott, és hol, és tök elmondta, és csillogott a szeme, hogy, és tudjátok, mi jött ki? Meg elmondta a karma törvényét, a karma lényegét, hogy látta azt az életét, megmutatták neki, de ezt a képességet lehet fejleszteni, tehát láthatta, hogy hogy élt akkor, mit csinált, ki kell, hol, mert mindent látott. Létező a helyszín, amit látott, csak ő állt azon a helyen. És látta a személyeket, és érdekes módon a mostani életében azokat az emberek vannak mellette, akikkel azon nem akart vállalni. Vagy akiket nem vállalt, vagy nem foglalkozott, akit mondjuk azt, hogy elhanyagolt. Ma azok vannak mellette, és neki kell gondozni. Gyerekek, bár mindenki láthatná itt, tudod. Mert nagyságrendben változna a világ. Nagyságrendben minőségben arrébb lépne a világ. Ha te látnád, hogy az a valaki, vagy valami, vagy hely, ahol te vagy, az az előző életednek egy oka. Akkor ott voltál. Ha te jól érzed magad azon a helyen, amiben vagy, az is ott van az előző életednek egy pontján. Tehát az se úgy van, hogy az úgy most így alakult. Az nem így van. És ez elmondta az illető, hogy megértette a mostani életét. És most azt szerint éli, hogy azt látta, és értette, hogy mit javított ki. Mindenkinek baromi jó lenne, ha láthatná. Ezt a képességet mindenkinek vissza kéne szerezni. Ha ezt a képességet meg tudja szerezni az ember. És ehhez a képességhez ő is elmondta, akkor tudott hozzájutni és megerősödni, amikor a Pilist járta. Mert azok az energia meccése, azok a pontok, azok a terek, és ez nem csak a Pilisben, a bolygón, bárhol, ha te ott állsz, és ott időt töltesz, és nem agyal semmin, hanem átadod neki, az átrezegtett téged. És hidd el, hogy pont ugyanazt lehet megélni, amit ő megélt. Nagyon jó volt hallgatni, mert értettem, amit mond. És mondtam is, hogy ezt ki kéne fejleszteni, hogy ezt mindenki megkaphassa, ezt a képességet.
hogy lehetne, hogy mindenki megtanítani rá, hogy kapod meg azt, hogy rálátos azért, mert megtudod. És elmondta, hogy megvan. És már látja az összes dolgot, mindent lát. És most ezen beszélgetünk, hogy ezt összehozzuk, hogy visszaadni az embereknek azt, aki ő, és megmutatni, hogy miért lett ő ilyen. És meg lehet is látni, hogy mitől lesz majd nem ilyen. Mert amikor eljön oda, hogy nem ilyen, akkor érti meg, hogy egy kicsit nem volt jó. Hát tudod, ezért nagyon fontos, amikor azt mondom, hogy az önismeret hiánya az a legnagyobb pótolandó dolog. Legnagyobb. Mindenhol csak azt tudom mondani, hogy ez a legeslegfontosabb. Önismeret nélkül nem tudsz tudást traktározni, mert nem tudod, hogy melyik tudás a tied. Nem tudod, melyik tartozik hozzád. Nem tudod, hogy melyikhez van kapcsolatod. Nem tudod, hogy melyik van veled köszönő viszonyban. Nem azért, mert a többi nem, hanem mert az a te dolgod. És a te dolgodat hogy ismered meg, ha nem tudod, hogy te ki vagy? Nem tudod, ha most megkérdeznék bármelyikötöket, te tudod, hogy ki vagy? Te tudod, hogy milyen feladattal születtél ide? Te tudod, hogy miért jöttél ide? Vagy ide tettek, vagy ide kértek, vagy csak ide ejtettek? Hogy az biztos, hogy nem így van. Vagy te magad kérted? Ha te magad kérted, mert mondjuk te egy nagyon komoly mester vagy, akkor rendkívül nagy időpazarlás, ha úgy élünk, ahogy éltetik az embert, és ezt hagyod, ha mester vagy. És te magad kérted. Nemes dolog, de sose feled, nem azért kérted, mert vagy zolsz, nem azért kérted, mert ki vagyok, én megcsinálom még egyszer, hanem azért, mert be akarod bizonyítani az embertársaidat, a te tapasztalat alapján hozzá fogod segíteni, hogy többre jusson, még többre, még többre. Hisz az lenne a cél, a jelenlegi világ, akár tetszik, akár nem, mérhetetlen alacsony szinten. Ezt hívhatjuk rezgésnek. Sokat nem hiszik el, hogy van ilyen, pedig ez rezgés. Minden rezgés, gyerekek. Ha meg akarnád gyógyulni, akkor van az a rezgés, ahol te meggyógyulsz. Ha van benned egy beteg történet, egy vírus, vagy meghalt, vagy elhalt valami, na van egy rezgés, azt visszaállítják, az eltűnik tőled. Tehát nem leszel tovább abban a betegségben. Elmesélt, hogy rákot gyógyítottak meg így. Rákot, gyerekek. A ráktól úgy fél mindenki, mint a franc. Azt mindenki elfogadja, stressz, a nagy kiváltó. Akkor miért nem keresed azt, mi a megoldó? Ne csak keresd, hogy mi az oka. Keresd a megoldást. Hát azt már biztosan tudja mindenki, hogy hát nem a gyógyszeriparba keresed. Azt is tudhatod, hogy az orvosok tisztelet annak a kevésnek, de nem ezért vannak. Hisz nagy része ő se tudja. Az, aki meg ebbe van, azt meg valahogy nem akarják maguk közé engedni. Nem adják, hogy kiteljesedjen. Pedig ők lesznek a megoldók. Azok a megoldások, ami nekik a kezükbe vannak, az neked is a kezedbe kell majd legyen. Megoldod először magadnak, te rendbe rakod magad, és utána megoldod a többieknek. Mert az a feladatod. Sose feled. De tanulj önzőn. Nem magadnak tanulsz, hanem azért tanulsz, hogy több legyél, tudásod legyen, bölcsebben, és tovább tud adni. Ha nem adod tovább, az hasztalan tudás. Én ezért vagyok mindig ellene a zárt dolgoknak. Én úgy látom, hogy a zárt világba belterjes dolgok is tudnak születni. Azt viszont tudni kell, hogy mindent nem fognak föl az emberek. Tehát hiába akarsz te jó szándékkal lenni, nem érti meg, nem képes rá, nincs meg a képessége, nincs meg az a fajta rálátása, nincs meg az a kis plusz. De mégis azt kell mondjam, hogy a tudás az igazából mindenkié, de hogy melyik tudás, na itt kezdődik az önismereted. Mert csak az a tudás a tiéd, amit téged kell, hogy illessen. Azt hidd, hogy nagyon nem kevés. Azt nem lehet megtanulni a általános iskolától az egyetemig. Hát amit ott tanulsz, az nem az.
Az mind a materiális világ. Mi volt itt évtizedekig a szlogen? A materializmus. Minden az anyag. Minden az. Minden, ami 4% az univerzumban. És a többi? A nem anyag, az antianyag. És arra nem beszélünk. Hát azt kéne megtanítani, mert a több. Azt is kell tudni, ami az anyag. De azt miért hanyagoljuk el, ami nem az? Pedig abból van a több. Az egységes egész. Az anyag nem véletlen van, az nem azért van, mert... Tudod... Az így van összerakva. Ez mind, amikor úgy kim vagyunk ilyen helyeken, ez így ömlik rám, gyerek. Ömlik rám, és amikor azt mondjátok, hogy az őseink szelleme, én csak azt szoktam mondani, hogy hát én többet mondok ennél. Nem csak az őseink szelleme van, hanem az univerzum mérhetetlen bősége ott van. Mindennek van. Ha lehajolsz, meg tudsz gyógyulni. Gondold el, hogy kimész egy ilyen olyan helyre, egy ilyen patakra, vagy egy ilyen szent helyre, egy patak. Azért a szent hely az nem attól szent, mert azt írták ki. Hát ott volt valami olyan, ami máshol nem volt, illetve volt, annak nyoma varadt. Tehát azt nem csak, hogy látták, annak megvadt a tanúbizonysága, és annak hatása van. Tehát az mai napig az él, és mozog, és ott működik. És gondold el, hogy te tudsz, kimennél a mezőre, és ha elfelejtenél minden moslékot, amit eléd toltak a vízióba, meg a ismereteidet, meg a könyvekbe, amiket tanultál, te el tudod képzelni azt, hogy nem tudnál meggyógyulni mindenből, ha valamit bajod van? Hát nézd meg a kutyádat, nézd meg a macskádat. Fájjon, hogy megeszi a füvet. Hát nem húzza ki a fiókot, hogy megegyen egy fájdalomcsillapítót. Azt már te húzod ki, mert be vagy programozva. Pont valakinek beszéltük is, hogy ott van a pitypang, mint olyan, és ez tegnap téma is volt, hogy amit mindenki tud, gyermekláncfű. Minden kertben ott van, mező, mindenhol ott van. Tudjátok, az a sárga, aminek a szürke ejtőernyős virága lesz, mikor továbbadja a magot. Ugye a magot? És hogy azt ha megeszed, a fehér lé az kesernyés, az nem olyan, de a levelet megeszed. És ott mesélték, hogy a gyökerét. Tehát az egy növény, az a helye állították a rákot. Figyelj, én nem tudom, hogy de úgy hallottam, hogy a társadalombiztosító horror összegeket fizet a terápiákért, ugye, a sugárterápiákért. Horrort. A tekertetbe megy a fűnyíró, és szia. Végiggondoltad, hogy előtte leszedett? Végiggondoltad, hogy előtte összeszedett? Hát csak a virágot, meg a levelet. Vagy nézd meg, pont régen palánkon figyeltünk fel, hogy meg ott, ahol tegnap is voltam Pomázon, hogy olyan csodálatos volt az ambrózia, csúnya neve parlagfű, amit írtunk, meg közveszélyes, tudjátok, az közveszélyes. De igazából totál meggyógyulsz tőle, meg minden benne van. Tehát veszélyes. Hogy hát ezek itt vannak közöttünk. Én tudom, hogy vannak könyvek, és az is tudom, hogy van köztetek olyan, aki foglalkozik vele, és kérlek benneteket, hogy osszátok meg ezeket a növényeket, hogy melyik az, ami mindenki számára elérhető. Tehát ilyenek, ami a fű, tehát a fűben van, amit most mondtam, pitypang, parlagfű. Tudjátok? Hogy a galagonya. Tehát ezt osszátok meg, hogy szedjék le, hogy egyék meg, és hogy fogyasszák. És hogy mi az eredménye, mennyi időn belül. Mert amikor ott voltunk most hétvégén, Frán folyamatosan jött, hogy szóljak mindenkinek, hogy menj ki a természetbe, minden ott van melletted. Menj ki. Oké, bemész a
ide-oda, amod a kápolnában minden meg hallgatsz előadást, de picit legyél kint a természetben. És nem a zajba, nem azt, amit fölkapott, nem az, ami ott tele van büfével, meg csinadrattával, meg ordít a zene, a természet csöndjében, a természet zajába menj ki. És akkor még nem beszéltem, amit tegnap láttam pont a Pilisbe, mert én itt Pesten nem tudom annyira élvezni az eget, mert ugye a városi fényszennyezés azért fölnyomja a fényt, és szerintem a csillagoknak a egyharmadát látom, ahhoz képest, amit a Pilisben láttam éjjel egykor. Akkor egy csomóan éltek olyan helyeken, ahol az országban, hegyen, völgyön, vagy olyan tanyán, ahol nincs fényszennyezés, hát nézzétek meg. Elő kell venni azokat, a tudást, azokat az embereket, a tudásukkal együtt, akik elmondják, hogy az adott csillagállás mire jó. Most mind olyanról beszéltem, ami nem sci-fi, mert ez itt meg volt. Ez egyszerűen eltűnt. Miért tűnt el? Mert nem érdeke annak, aki a világot irányítja, hogy azzal a tudással te éljél, mert akkor nem lesz rá szükség. Csak megteszem a nagy kérdést. Igazából neked van rájuk szükséged? Mert ha van, akkor szólj. És ha megkapsz a természetben mindent, ott van minden előtted. Ott vannak az állataid, aki, elmondom neked, azok nem csak azért vannak, hogy kaját adjál nekik. És milyen kaját adsz nekik? Azt a mérget, amit te eszel. Mesélték nekem, hogy mi van az állatkajában, miket tesznek bele a legmenőbbekbe. Mesélték. És mondtam, hát figyelj, ugyanez van a másikban is. Hát persze, csak azt ott látta. Olyan dolgokat, amikor elolvasta, tudta, hogy soha többet nem vesz ilyet. Csoda, hogy kitermelte az állatorvost? Csoda? Csoda, hogy a pár éves kutyád már így jár? Csoda, hogy az állatai daganatosak? Csoda, hogy minden bajuk van? Pedig az állat az érted van. Nagyon jó volt a tegnapi beszélgetés, és azért is akartam ezt különvenni a mai beszélgetésben, mert a tegnapi tanulságait, és azért nagyon örültem, mert ezeket mind én is így látom. És ez egy megerősítés, hogy nem egy helyen vagyunk, de ugyanúgy látják azok, akik ott is élnek. Ők még jobban ott élnek. És ezért volt egy nagyon-nagyon jó az a nap. Mert visszahozta azt az érzetemet, hogy mi lenne a világ, ha minden megszűnne, amit most te azt mondod, hogy de jó neked. Akkor vissza kéne kerülj abba, amitől jó éltél. Mert most te azt hiszed, hogy ettől élsz jó, csak közben ez a te végződ. És akkor még nem beszéltünk, hogy te hány évig élsz. 70, 80, 90, 100. Már ritkaság. Itt azt mondom, hogy te addig élsz, ameddig akarsz. Most erre te olyan azt mondod, hogy hát ez nem egészen. Miért nem? Hát eleve örök életű szabad lélek vagy. Tehát ebben ez az alap. Akkor te meddig élsz? Ezt ameddig akarsz? Mi volt a bajom a koktéllal? Hogy ameddig te akarsz, tettél rá egy pontot. Miért? Mert itt van a szabad akarat csodája. Látjátok? Te eldönthetted, hogy azt, amiről nem tudsz semmit, azt te használod, mert neked kell. Mert az a tied. Mert neked menned kell. És nem vetted észre, cserébe föltetted azt, ami a tied, és ami örök. Tudjátok, sokszor beszéltük. És amikor ezt nem veszed észre, na akkor vagy a legjobban befolyásolható.
Szerintem ezt már mindannyian értitek, tehát mindenki már érzi a környezetében, hogy itt valami nagyon nagy a baj. Szerintem mindenki érzi. De mindenkinek azt mondom, hogy nem kell félni ettől, tehát nem kell azt gondolni, hogy pff, akkor itt most nagyon úgy nincs tovább, de ahogy kezdtem, tudd, hogy te ki vagy. Nézd meg, először megnézd meg. Te melyik részhez tartozol? Mert ha te magyar vagy, akkor már ezt mindjárt rajtad van, hogy azon a részen te melyik vagy, mert akkor is te vagy, de ott van egy jel. Azt megnézed. Nézd meg a kezed. Ha látsz benne én azt mondom, egy M betűt, akkor már ne lepődj meg. Ha nem, akkor se legyen gondod, mert az agy egészben benne vagy. De a nagy egész, az tényleg csak a maggal működik. És akkor az a dolgod, hogy óvd a magod. A magnak meg az a dolga, hogy örök életet biztosít az óvójának. És mindig, mindenhol. És mindig a mag fogja meghatározni, hogy mikor, hogy és hova. Miért? Mert ő rajta van minden. A héj, a hús. Tehát ő tudja. Lehet, hogy furcsa volt most ez a megközelítésem, csak úgy érzem, hogy az alma fejezi ki a legjobban azt, hogy áll össze a saját lelkiségünk. Ennek a szkíta hun magyar lelkiség. És a magból van nagyon kevés. 5-600 ezer. 1 milliót nem érzek. De az is nagyon sok. És az ne itt keresd, könyörgöm, nem itt keresed, a bolygón. Úgy azért meleg, mi? A hús az jó, több, mert az is sok. És ugye erre szoktam mondani, hogy miért nem címkézzél? Mert nem tudod, hogy melyik részét címkézed meg annak az egésznek. Mert ez nagyon összetett lett. És az a baj, hogy miután tényleg egy végidő van, végjáték van, és minden abban az irányult, hogy a magot akarják pusztítani. A héj tudják, hogy mag nélkül dobás. A hús tudják, hogy a mag az az, ami a fontos. A maghoz akarnak oda jutni. Hát ezért kell összeálljon az egész. Meg kell óvni, mert ezáltal megvan oldva több, megóvódik az egész. Mert az egységes egészé válik. És akkor azt mondod, hogy a mag népe, akkor pontosan azt fejezted ki, hogy a maghoz tartozó összes rész. Az a mag népe. Az pont te is része vagy. Melyik részének? Vedd azt, hogy akkor tök mindegy. Része vagy. És légy rá, büszke és nagyon-nagyon óvó. Hogy tudod óvni? Ha magad óvod. Hogy óvod magad? A természeten keresztül. A természeten fölveszel mindent, minden benne van mindenben. És ezáltal a magodat folyamatosan föntartod, élteted. És ezt adod át. Fogadd el, hogy ez nem elpusztítható. Te örök életű szabad lélek vagy. Miért éled úgy az életed, aki korlátozások, meg különböző paragrafusok, meg elvárások, meg megfelelések között akarsz henteregni? A örök életű szabad lélek, az pont az az ismérve, hogy az írja az életét. És amikor idő van, és ugye pont ezt feszegettük, hogy azt is meg kéne oldani, hogy vissza kellene talán térni ahhoz, hogy azért régen nem véletlen volt olyan hosszú életű az az ember. Az nem véletlen volt. Hát azért egy nem gyenge ideje lett rövid. Tudjátok, volt ez nagyon hosszú is. De azt kell megértenünk ebből, hogy ne kezd a legnehezebben, hogy az életedet, hogy kezd el azt,
hogy a jelenlegi életedet hogy változtatod meg minőségbe. Ezt két módon fogod tudni. Az egyik, önismereted által megtudod, hogy te ki vagy és hogyan tovább. A második, alkalmazod azt a módszert, hogy a természet a te táplálód. Az univerzum érted van, a teremtő, az te érted is van. És akiket megbíz, hogy vigyázzon rád. Te minden, hogy hívod. Őrangyalodnak, védődnek, amit akarsz, tök mindegy. Ahogy neked jól esik. Az érted van. És amikor valaki azt mondja, hogy nem érdekel, hanem a félelemnek az árnyékában nem akarok élni, bár félelembe fog élni azután is, és akkor meggondolatlanul megteszi azt, hogy ő beszalad a koktélbárba, és onnantól tényleg az van, hogy ő már kettős világba fog élni. Leéltetik vele azt, amennyit engednek, de a következő inkarnációját, a következő tanulását, azt garantáltan nem fogja látni. Ezért nagyon nem mindegy, hogy te döntesz, hogy folytatod, vagy felelőtlenül te zárod be. Mert hogy megakasztod a tanulásodat, megakasztod a fejlődés, az inkarnációdat, az 100%. És lehet, hogy te egy baromi régi lélek vagy, tehát több ezer leszületésekkel, több millióval, milliárdal, nem is tudom, tehát sok vagy. De minden leszületésed, még akkor is, ha te vállaltad, a leszületésednek a döntése után, amikor te megtestesülsz, most mindegy, hogy ilyen formában vagy másban, megkezded, onnantól belép a karma veszélyzónája is. Mert ott is dönthetsz úgy, hogy lesz következmény. Mert biztos, hogy leszületettél, de nem egy olyan, aki nagyon magas minőség volt, nagyon magas tudású volt, hát de jól elszarta itt az életét, jól kitolt az emberekkel, meg minden, és hozott egy karmát, és az ő magas tudása most annyi, hogy élhet egy jó pár karmikus életet, hogy rendbe hozza. Ezért nem mindegy, ha neked birtokodban van egy hatalom, de nincs megfelelő hozzá tudásod, nincs megfelelő hozzá önismereted, és ez az önismeret hiányzik az összes politikai vezetőnél. Mert csak hatalma van, meg pénze, meg egója. Önismeret baromira nincsen. Hogy ezért nagyon veszélyes, mert akkor tényleg olyan van, hogy olyat tesz, amivel ugyan ezres, meg baromi nagyon nagy karmát ír, de annak a sok szerencsétlennek, akinek a fejlődése, akkor a tanulása, az élete, az egy szenvedés. Oké, ha ő például a mai világban nem koktélbárba szalad, hanem letölti, tehát azt mondjuk, hogy azt mondják, hogy akkor nem mehetsz ide, akkor nem megyek, ha nem tetsz, akkor nem megyek, ha nem mehetsz ide, akkor nem megyek, ha nem megyek. Akkor ő ebből pozitívan száll ki, de azért kérdezem én, egy önismerete nélkül felelőtlenül, csak egóból, csak hatalmi vágyból, ambíciózusan, narcisztikusan vezető, ország vezetőtől. Azért miért kell neked úgy élned, hogy csak le kell töltened? Miért te legyen benne örömöd? Erre mondom azt, hogy használd ki most a találkozást. Erre mondom azt, hogy használd ki most, hogy együtt vagyunk. Használd ki, hogy megöleljük egymást. Ez nagyon fontos. És hozz magaddal mindig valakit. Hozzád többet. Emlékeztek régen, azt hiszem pont a most lévők mondták, hogy mindig hozz magaddal valakit. Vigyázz, ők bármennyire hülyék, dolgokat csinálnak, azért ők pontosan tudják, hogy mit mondanak. Tehát ők azért a mágiát ismerik. Tehát ha te azt gondolod, hogy nincs mögöttük, aki ezt nem ismeri, akkor szólok neked, hogy van. Tehát ők nem vettem hozzá valakit. Nem csak a protokoll volt, hanem annak volt egy súlya. Tehát most azt mondom, hogy amikor te
úgy látod, hogy te azt nem szereted, amit én meg tudok érteni, nem szereted egyiket sem. Én egyiket sem szeretem, tehát nem fogok szidni, nem utálom, nem szeretem. De akkor azt kell mondanom neked, akkor legyél bölcsebb, mint a magnépéhez tartozó valamelyik részéhez, hogy használd ki azt, ami neki az előnye. Te azt mondtad például ebben a példában, hogy hozd magad, hát akkor most hozd magunkkal valakit. Hozd magaddal valakit. Ne a kifogásokat gyűjtsd, hanem az eredményeket. A kifogásokat én is tudom találni. Higgyétek el, mondhatnám, hogy minden hétvégén nap ezt meg ezt kell csinálnom, meg gyerekek, mi lesz, ha majd jön az eső, meg mi lesz majd, ha ez jön, meg mi lesz, ha az jön, meg mit tudom, mindent mondok. És akkor közben el is rendezem, hogy nem megyünk sehova, aztán majd valamikor elmondom, hogy hú, de milyen kár, hogy nem találkoztunk, és mi ez, meg az, meg... Ezt így nem jó. De amit most elmondtam, sokatoknak javaslom, hogy ez legyen a fejébe. Tehát ezért jöjjön el. Tudom, mindegyikre nem lehet eljönni, de olyan, hogy sehova, azt nem tudom elfogadni. Nem én miattam, nem azért, hanem egymás miatt. Meg ön miatt, önmagad miatt, mert te ott fogsz kapni olyat, amit te nem tudsz. Én nem tudom neked elmondani. Mindenki kapott valamit minden helyszínen, és mindig is fog kapni mindenki valamit minden helyszínen. Hogy mi az? Ha az, hogy boldog volt, hogy együtt volt emberek, az is egy nagyon nagy dolog, de kap olyat, ami csak neki szól. Nem nekem, nem a többieknek, neki. Na, azt majd otthon bontja ki. Ki bontja, és akkor meg fog lepődni. Ezek nem véletlen dolgok, tehát ezek nem olyan performanszok, hogy hát valahogy majd megoldjuk. Tervezzük, hogy tényleg még azért sok helyre elmenjünk, mert azért fontos, csak tudjátok, nekünk is be kell kalkulálni, ez is haladjon, meg azért szóval anyagilag is ezt tervezni kell, azt az egészet nekünk is, hogy valahogy összeálljon a dolog, de akkor is azt mondjuk, hogy mi nem egy napra tervezünk. Nekem van egy olyan, szeretnék egy olyat egyszer összehozni ebből, hogy, és nem véletlen feszegetem a találkozást, hogy egyszer összeáll az a massza, amiből az első közösséget ki lehet alakítani. És nem én választom, hanem automatikusan kiválasztódik. De hogy tud kiválasztódni, ha találkozol vele? Mert csak az azonossal tud kapcsolódni. Látjátok, ez is milyen hülye szemlélet, hogy az ellentétek vonzák egymást. Ja. Csak miben? Még a kapcsolatokban is két hülye tud egymásra találni. Egy nem hülye, egy hülyével, hogy tud összeállni? Hát elég kétséges, nem? Vannak kimeneteli problémák. Gondold végig. Pedig tele vagyunk ilyenekkel, hogy ellentétek hozzák egymást. Biztos. Hát egyszerűbb így mondani, mint az, hogy fölhozom magam arra a szintre, hogy a velem azonos lélek, majd még kiegészítjük egymást még jobbra, még tovább, és akkor az a feladat, hogy ti majd tovább fogjátok a környezetetek beáltani. Hisz egyelőre még az a lesz a legnagyobb probléma, és ahogy látom, és hogy hallom is tőletek, hogy a környezetetek hogy oldjátok meg ezt a mérhetetlen problémát, ami aggódott abban elmúlt másfél évben. Mert ezen ott nagyon sok ember éppen most megy keresztül. Mindenkinek azt mondom továbbra is, mint amit írok, hogy az a te dolgod az, hogy adott esetben ott legyél, készen legyél, amikor azt szólja neked mondani az a valaki, családtagod, barátod, rokonod, munkatársad, hogy segíts, mert elszúrtam ezt a koktélműveletet, hogy te akkor is ott vagy és készül, és mondod neki a variánst. Mm-hmm. A
akkor is ott kell legyél. Ha nem mondd azt, hogy mondtam eleget, már nem érdekel. Nem. Te akkor is a feladatodnál vagy. És neked akkor kapod vissza a legnagyobb visszaigazolást, amikor ő maga kéri, megteszi, és helyre. Már pedig ez a cél. De mi lehet a cél, ha nem ez? A többi az duma. Na ezt nem fogja hallani a fősodrad. Magúgy. Most mi van most? Szabin van minden, nem? A gyerekeket most. Amitől idáig féltünk, az most szabadságon van. Van, ahol már unják a Szabit, azt mondják, hogy most visszajön. Tehát rövidített Szabira megy. Mert persze hát ez az előkészítés. És amikor majd visszajön, akkor elmondják, hát mi mondtuk? Hát figyelj, mi minden mondtunk. Na. Akkor talán már egyszer magára talál az is, akinek mondják, hogy hát most vedd észre, hogy mit mondtak. Én látom azokat a csoportokat, ahol bőségesen olvasgatom azt, hogy milyen mély gond van, milyen mély a probléma, milyen mély pánik és félelem uralkodik már ott. Én látom. Nem szólok hozzá, mert nem akarok. De minden az szerint van, ahogy beszéltük. Ahogy mondtam, mindennek van egy ideje. És ennek lett az ideje. És akkor nézd meg, ami várja. És akkor tegyek föl azt a kérdést, akibe beleszaladt, hogy őre hogy fog hatni, hogy egy örök életű szabad lélek? Mert a lelke az már valahogy távozó. Vagy keres egy másik testet? Na most egy ilyennek ezt megpróbáld elmondani, valószínű, hogy összevesznél vele. Ne próbáld meg, mert nem érdemes. Viszont mindig legyél készenlétben, mert lesz az a pillanat, amikor neked kell beszélni. Én ezt egy 100%-a látom össze. És nagyon komoly eredményeket is fogunk visszahallani. És bízok benne, hogy tudunk segíteni hozzá azzal, amit a természet adott. Mert tegnap hallottam olyat, hogy megvan egyik megoldása. És azt én mindenképpen szeretném, akkor eljuttassátok. Nagyon rövid idő, és talán jó megoldásokat hallunk. Azon kívül, mint amit mondtam nektek. Az a protomolekula. Csak az sok embernek fura, pedig az a valós. De akkor menjünk le abba az szintbe, amit el tud fogadni, meg tud érteni, az, ami közel áll hozzá, amit meg tud fogni. Mert most ez a megoldás is esetleg megnyílik. Hát ez nem egyszerű dolog lenne. Na ezért szeretek, látjátok, menni sok helyre, mert sehol nem tudom, hogy mi fogad, mindenhova oda-vissza belső hangom, a sugallatom, mindenhol sokkal többként jövök el, mint ahogy oda mentem, és mindig sokkal többként megyek oda a következő helyre, hogy sokkal több legyek, és mindenholnan sokkal többként adom oda-vissza, ahonnan eljöttem. Na, érted? Ez legyen neked is a feladatod, mert ha ezt csinálod, akkor rohadtul a helyeden vagy. Akkor rohadtul jó fogsz működni. Akkor tényleg érted a létezésedet. Na akkor van az, mikor azt mondom, van önismereted, mert akkor rájöttél, hogy te ki vagy, miért jöttél, mi a feladatod. Például most ez. Mert te azt már tudtad, hogy nem követsz el egy ilyen hibát, hogy beszállsz egy ilyen ruletbe. De a feladatod is megérkezett, hogy te leszel a tevékeny részese annak, hogy hogy szed ki, aki megtette a tétet. Ez már karmikus lesz megint, mert az első karmikust azt megszerezted, mert nem lettél egy negatívba. Most jössz a következő, amiben meg egy nagyon pozitív dolgot, hogy kitartasz a mellett, és plusz kisegítesz valakit. Neked plusz,
neki pedig, megmondjam őszintén, megúszott egy karmát. Tehát az, ami neked plusz, az neki egy karma. Hát ezt ma nem tud elmondani neki, mert egyiket se ismeri. Hát az ismeret hiánya ebből áll. Nem tudja, hogy ő ki. Ő azt hiszi, hogy egy koktélvedelő. Ő azt hiszi, hogy csak azért van, hogy tévét nézzen. Azért van, hogy meccsre járjon. Azért van, hogy egyen igyon, mulasson. Azért van, hogy hát majd meghalljon. Összintén az ősi, magas tudású civilizációkból nem tudunk olyat, aki azért élt, hogy alig várja, hogy meghalljon, illetve tett sokat ért, hogy meghalljon. Ilyet nem tud. Azt tudjuk. Még a már lebutított Egyiptomba is, hogy már mindent megtettek, mindent előkészítettek a sírjaikból, hogy tudták, hogy a következő életüket. Hát csak ők szegények abban az egyszerű gondolkodásra voltak, hogy azt hitték, a következő életük az lesz, hogy ugyanúgy majd ott áll mellette minden, meg a játék, meg ugyanazt a kaját teszi. Szóval értitek akkor, amire mondom, hogy ez az Egyiptom azért az nem volt a csúcs. Hát amikor bemész abba a sírkamrába, és akkor a felajánlások, meg ott állnak azok, akik őket szolgálták, akkor érted azt a kontrasztot, hogy ő abban reményben van, tehát, hogy ő meg ugyanott lesz az a szolga, ugyanazok a játék, ugyanazok a kaja, minden ugyanúgy lesz. Érted azt a kontrasztot, hogy szerinted ott, hát és nem is tudod összehasonlítani a mával, hát azt nem lehet összehasonlítani. A baj emberével egy fárói korszakot? Hát ez vicces. Azt nem lehet. Hát akkor a különbség van, mint ő közötte, meg az előtt lévő korszak. Nem lehet összehasonlítani. Hát hogy? Hát ebben hittek. És tehát én ezért mondom, hogy 6000 évben van egy bibi. Mert azok, akik ezt elmondták, azokról nem maradt fönn sehol semmi, hogy ők úgy éltek, hogy majd e szerint. Nem, hanem lerövidítették már a szerencsétlennek az életét. Kapott ugyan fényűzést, de az nyomokban nincs abban, hogy éltek régen. És kapott hozzá egy hatalmas adag megvezetést, hogy ha te mindent így szolgálsz, akkor te majd viszed az egész cuccot, az egész kelléktárat, a szobát, mindent, és nyugodtan szenderedj el. Tudod, ekkor döbbensz rá, hogy baromira meg volt vezetve az is. És ki irányította a fáraót? A fehér kígyó testvériség. Sugok neked, ma is ő irányít. Ha esetleg nem ugrana be egy jelkép, akkor a fáraónak ott a fején ott van az Ureusz kígyó, tehát az a jelkép az ott működött rendesen. Azért ott van. Tudja, hogy kihez tartozik. Aztán mi kidöntött, hogy ő meddig lesz, akár volt, aki egy évig volt. Ott akinek több is lehetett. Hát pont ők. Ők a néppel nem beszéltek. Fáraó volt a közvetítő. Később királynak hívtad. Innentől tudod, hogy a király az tőlük ered. De ő már nem beszéltek, azok nem beszéltek, akik ezt behűítették. Csak azt a fehér kígyó testvériséget is valaki beüzemelte. Tudjátok? Múltkor is mondtam nektek, és ezt továbbra is tartom, és ha gondoljátok, majd akár a melyik beszélgetésen, akár mondjuk a Csobánkönyv beszélgethetünk erről is, hogy nekem továbbra is az a véleményem, hogy mondod, mindenség nagy teremtője az abszolútum. És azért vannak, fogadjunk, hogy társteremtő. És hány univerzum annyi teremtő. De azért van egy nagy, ami az egész. Ezt teremti.
De most maradjunk csak ebbe a szűk univerzumban, ami nem annyira szűk. És ha megnézzük, hogy vannak egy leosztások, hogy nem kellene már végre rendbe tenni ezt, hogy itt azért mi zajlik. És ezt már sok helyen felvetettem, és mindenhol ugyanaz volt vélemény, hogy de. Ha megnézed, melyik az a csoport, amelyik baromira nem kívánatos? Megnézed, hogy melyik az a nép, amelyik baromira útba van? És ne csak itt nézd, hanem az egész. Na hát annak vagy a tagja. Akkor miért élsz úgy, hogy ezt nem becsülöd? Miért élsz úgy, hogy cikized az embertársadat? A saját fajtársadat. Miért élsz úgy, hogy nem mész el azokra a szent helyekre, ahol a te fajtádnak van dolga, mikor gyülekező van? Miért hiszed el azt, hogy az csak egy találkozgató? Azt, hogy mert nem érted, attól még az működik, és majd megkibontja benned azt az érzelmet, azt a tudást, azt a megnyilvánulást, felszínre fog benned azokba az emberekbe is törni, akik ma nem értik, hogy miért oda megy, miért nem a parlament elé. Hát ne menj a parlament elé, könyörgöm, mert az a halálzóna. Menj oda, ahol az életet kapod. Vedd már észre, ne csalbítsd az embereket oda, ahol önmagában a halál uralkodik. Vedd észre, ha nem tudod, az nem baj. Csak hallgass arra, aki tudja. Menj oda, ahol az életet tanítják. Az élet mágiája van. Ez mind ott van. Ja, hogy ott nincs indadratta, ott nincs fény, ott nincsenek épületek. Nem, mert ott a rend van, az a természet ott megad mindent. Csak hallgatni kéne rá. Ne bírád, amikor oda szervez. Nem haragszom rád se, mert tudom, hogy tudatlan vagy. Nem haragszom rá, mert tudom, hogy jót akarsz. Csak fordítsd meg a sorrendet, menj, töltsd föl magad, töltsd meg az önismeretedet, töltsd föl magad azzal, amivel majd nagyon erős leszel, és mikor odamész, az borrá válik. Mert hidd el, amiért ott vagy, az csak akkor semmisül meg, amikor te az vagy, aki vagy, leszel. Ezt fogadd el, ezt elhiheted, nem hiheted, vagy azt hisz, ne sértődj meg, aki tudja, szerintem, akinek mondom. Ne sértődj meg. Becsüllek, én elfogadlak, és ha eljössz, elsőnek foglak megölelni. Hogy átadjam, hogy nem véletlen jöttél el. De gyere el, ne oda menj el most, ne oda, aztán menj el. Ha már voltál ott, beavattad magad, mehetsz a rumli térre, mehetsz a halálba, zónába, nem fogsz meghalni. Tudja, akinek írta. Várdak, gyere ki, csak első között gyere oda, és utána bátran mehetsz. És ezt mindenkinek üzenem, aki először ki szeretne menni. Szedd össze azt az életmágiát, ami ott van. Ott mindent megkapsz. Ja, azt nem látod, de megkapod. Miért, amit tudod, hogy kimész, azt fogod látni, hogy mi történik? Nem. De fogod érezni. Az egy hatalmas különbség. Egy kicsit késő lett. Na. De mindegy, elmondanám még egyszer, hogy mert nem tudom, hogy lesz a hét, tehát, hogy így élőben lehet, hogy lesz még, mert szeretnék, mert úgy érzem, hogy kell. Lehet, hogy ez most kicsit később, bár előbbre szerettem volna, mindegy. Tehát terveim szerint az úgy lesz, hogy pénteken ott leszünk fönn a Nyírbátor, Nyíradony, Mária Pócs, aztán szombaton délután valamikor érkezünk, akkor Dobogókön, ott az Ötvös, ott az étteremnél találkozunk azon a réten, és kérlek, hogy sokan gyertek. Aztán oda csatlakozunk az Ionékhoz, ahhoz a csapathoz, azt vegyünk részt egy közös örömbe, mert az mindenkinek jár, és mindenkinek kell. És töltsük fel egymást oda-vissza. Dumáljunk egy jót, öleljük meg egymást, mert fontos. És szombaton van ez,
és vasárnap pedig, azt már biztosan így mondom, Csobánkán 4 órától várlok benneteket, és gyertek el sokan. Hozzátok el azt is, aki nem csiol, mert az olyan hely, ami gyógyítani fogja. Hozzatok palackot, vegyétek azt a vizet, mert barom jó. Üres, dönts ki belőle azt a szemetet, amit megveszel. A virág nem lesz jobb tőle, de az, amit már beteszel, azzal jó lesz. És gyertek el, mindenkinek, akik most mindenkinek mondom, gyertek el. Megyünk még, tehát nem úgy mondom, hogy hú, ez az utolsó, nem tudom előre, mert úgy szinte folyamatosan jönnek az újabb dolgok, de hát nekünk is van egy, itt is egy dolgunk, meg hát mondom azért, igazából szeretném azt, hogy aztán találkozzunk, amikor majd itt találkozunk. Ez most ez a hét. Nem menjünk messzire, mert ez is elég. Vegyétek el, hogy ez is elég. Meg azért még valamit, mert mindig van valahova kell menjünk valamiért. Úgyhogy ezt szerettem volna ma nektek elmondani, hogy nem tinglitanglizni megyünk mi egy ilyen hegyvidékre, egy ilyen erdőbe, egy ilyen patakpartra, hanem összeszedni az őséség szellemét, a magyarságnak a lelkiségét, visszakapni azt a erőt, azt a hitet, és majd ezáltal azt a tudást, ami az teljes kibontakozáshoz kell. Na ezért kell az önismeret, hogy tudd, hogy ott a helyed, és utána bárhova mehetsz. Vidd el. Olyan edzett leszel, de annyira nem leszel fogékony a sok marhaságra, amit el akarnak az emberre hitetni minden nap. Te tudod, hol szerzed meg ezt? Ott, az őseidnél. Mindent ott mondanak el. Jó? Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy milyen későn is még itt voltatok azért. Azt kérlek, hogy majd hallgassátok meg, osszátok meg, aztán majd megpróbálom föltölteni, fölengedik ezt legalábbis. De a másikat is hallgassátok meg, mert tényleg ne bántsuk egymást, hanem segítsük. Ez egy nagyon fontos üzenetem. Jó? Hidat építsetek ti is. Ti is legyetek hídépítők, kérlek. Mert a hidon tömeg jár, az árukban meg mindenki elhal. Ez kell. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Kívánok nektek nagyon-nagyon nyugodalmas jó éjszakát. Aki olyan helyen él, nagyon nyugodalmas, szép, jó napot, kellemes napot, és mindenkinek áldás mindenkire. Sziasztok! Jó volt veletek. Sziasztok! Várok majd benneteket.